A Siroki vár elsőként a 2000-es években újult meg, azaz az oda vezető út, illetve a közművek is. Ezt követte az Alsóvár felújítása 2012-ben, ebben az évben pedig már tervezik a további fejlesztéseket, mondta Túza Gábor, Sirok polgármestere. Hozzátette nagy meglepetés volt, hogy a településen található vár is bekerült a Nemzeti Kastély és Vár programba. A harmadik lépcsővel pedig a felső várnak lenne a régészeti megkutatása, azoknak a területeknek a feltárása, amelyek esetleg már részben föl lettek tárva, de vissza lett illetve hát ugye a várfalnak az erősítése, magasítása. A tervek között szerepel a barlangok aktívabb kihasználása, ide kiállítások kerülnének. A polgármester elmondta azt is, tavaly 55 ezeren látogatták a Siroki várat, hiszen a felsővár megnyitása nagyon népszerű volt a turisták körében. A felújítást követően még több látogatóra számítanak.